a Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítványa számára rendeztek jótékonysági jelmezes mulatságot a Szent István Művelődési Házban pénteken este. A bálon a Kaméleon zenekar lépett fel és görög táncokkal érkezett a Szirtaki Tánc Együttes. Az est díszvendége Séfer Elzsébet író-újságíró volt. A város polgármestere is részt vett a rendezvényen, aki kiemelte, az, hogy működik a rehabilitációs központ, Horváth Klára nélkül elképzelhetetlen lenne. Bár az intézmény nem állami vagy önkormányzati fenntartású, a város mégis támogatja, tette hozzá Cserpalkovics András. Ez rá való emlékezés is, hiszen a számára legfontosabbat, a Viktóriát támogatja mindenki, aki ebbe a jótékonysági bába ma eljött. A Viktória pedig az egyik legfontosabb intézménye a városnak, még akkor is, ha nem állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény, hiszen egy civil fenntartásban működő intézmény, de nyilván a város is régóta segíti, így fog egyébként tenni a 2024-es évben is, hiszen a költségvetés egy komoly összeget tartalmaz a Viktória támogatására. Kigyulladt egy Ősz utcai panellakás a második emeleti ingatlan egyik szobájában, a számítógépnél csaptak fel a lángok, és a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol papír égett. Szabó Biszric Anett, a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, a tűzoltók két irányból közelítették meg a lángokat az erkélyen és a bejárati ajtón keresztül két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A tűzoltók légzőkészülékben dolgoztak, senki nem sérült meg, és a munkálatok idején sem kellett elhagynia senkinek a lépcsőházat. Szombaton délelőtt egy Ősz utcai társasház második emeleti lakásában keletkezett tűz. A hálószobában a számítógép környékén csaptak fel a lángok, körülbelül egy négyzetméteren. A tűz átterjedt az erkélyre, ahol papír gyulladt be. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a füstöltelítődött lakás bejárati ajtaját pedig felfeszítették, légzőkészülékben hatoltak be a lakásba, ahol átvizsgálást végeztek, és az izzó részeket a hálószobában eloltották. Személyi sérülés nem történt, a lakásban senki sem tartózkodott. Tüntetés szervezett a DK, a Jobbik, az MSZP, a Momentum és az LMP Székesfehérvár belvárosában. Pénteken este körülbelül 100-150-en gyűltek össze az országalmánál. A szervező pártok képviselői, helyi vezetői szólaltak fel a tüntetésen. A demonstrálók Novák Katalin köztársasági elnök lemondását követelték, az ellen tiltakozva, hogy az államfő kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon kényszerítés miatt elítélt korábbi igazgató helyettesének. Azt is követelték, hogy távozzon a közéletből Varga Judit, aki korábbi igazságügyi miniszterként ellenjegyezte a kegyelmet. Elhangzott, hogy a tiltakozást egészen addig folytatják, míg a köztársasági elnök lemond. Mikor kér bocsánatot Novák Katalin és Varga Judit a kegyelem aláírásáért? Mikor ismerik el végre, hogy hibáztak? Mikor mondják el végre, hogy ez tényleg nem kellett volna? Tudjuk, hogy soha, hiszen talán még most sem értik, hogy mi a probléma. Zenés táncos farsangozáson vehettek részt a székesfehérvári jobbisok szombat délelőtt a Szent István Művelődési Házban, hiszen hatodik alkalommal szervezte meg télűző foglalkozását a Tálos Edit Alapítvány. Az eseményen dalokat tanultak, kézműveskedtek és jelmezbemutatót is tartottak a gyerkőcök, valamint különböző hangszereket is megismerhettek Varró János népzenész zenetanár jóvoltából. De ehhez hasonló foglalkozásokra nem csak most, hanem heti szinten is jöhetnek a gyerekek és szüleik a Csóri Sándor alap támogatásának köszönhetően, mivel az alapítvány nem titkolt célja a népi kultúra megismertetése és a népi hangszerek megszerettetése már kiskorban. Bergerné Szőnyi Anna, a Tálos Edit Alapítvány kuratóriumi elnöke reméli, hogy az immár 6 éve elindított kezdeményezésüknek köszönhetően még sok gyerekbe bele tudják nevelni a népi kultúra és zene iránti szeretetet. A mi foglalkozásaink azok elsősorban a magyar népi gyermekdalokra, gyermekjátékokra épülnek, és hogy törekszünk minél több érdekes hangszert bemutatni a gyerekeknek. A mai alkalommal például egyébként egy nagyon szép új ütőgardonnal készültünk, amit reméljük, hogy minden kisgyermek jó alaposan elfenekel, jól megüt, és akkor igazi farsangolós, télűzős hangulatot sikerül ide varázsolniuk.
Szombat délelőtt a legfiatalabb korosztály mutathatta meg tudását a 24. Főnix kupán. Az idei megmérettetésre 8 akadémia, 10 csapata szállt szembe egymással. Kis pályán mutathatták be foci tudásukat a legkisebbek. A megmérettetésre 10 csapat nevezett és olyan neves klubok U7-es csapatai látogattak el Székesfehérvárra, mint például a Felcsúti Puskás Akadémia, a Királyese, Gyirmót és a BVSC Zugló. Kovács Attila, a Phoenix Gold FC U7-es csapatának edzője, fontosnak tartja, hogy legyen lehetőségük a fiataloknak megmutatni tudásukat ilyen és ehhez hasonló sporteseményeken. Szeretnénk nekik minél több lehetőséget arra adni, hogy más csapatokkal játszanak és megmutathassák magukat itt, ahogy ők hol járnak a fejlődésbe, meg a szülőknek is esetleg többet így látják a srácokat, hogy játszanak más csapatok ellen.